Októbertől 25, a következő évben pedig újabb 25%-kal növelnék az egészségügyben dolgozók bérét. Ebben egyezte ki a kormány és az egészségügyi szakszervezetek tárgyalásain. A jegybank kormányzója szerint azonban a plusz kiadást nem bírja el a költségvetés. Viktor Ponta miniszterelnök és Eugene Bonny Csolyú egészségügyi miniszter sajtótájékoztatón számolt be az egyességről. A kormányfő elmondta, hogy az egészségügyi kártya bevezetésével és a gyógyszerárak csökkentésével sikerült olyan mértékű megtakarításra szert tenni az ágazatban, amely lehetővé teszi ezt az igen jelentős mértékű emelést. Az intézkedés következtében évi leosztásban 1 milliárd 700 millió lejes plusz kiadás jelentkezik. Ismétlem, erre az évre ezt az összeget az egészségügyi minisztérium és az egészségbiztosító megtakarításaiból tudjuk fedezni. Ehhez azonban októberben költségvetést kell módosítanunk, oly módon, hogy novembertől már gyakorlatilag a megemelt fizetéseket adjuk. Ugyancsak kiegyeztek abban, hogy törvénnyel szabályozzák az egészségügyi személyzet státusát, amelyben a betegek által felajánlott hálapénz törvényessé tétele is szerepel. Ha a beteg önként és utólag ajánlja fel a hálapénzt, és ezután az orvos adót fizet, nem követel korrupciós cselekményt a tervezett jogszabály szerint. Nem jelentkezhet semmi a mi századunkban, amelynek ne lenne nyoma egy nyugta formájában. Ezt kell mindenkinek megértenie. Az orvosoknak azonban nem ez a legnagyobb gondja. Ők csupán tisztességes fizetést akarnak, amit most biztosítunk is, illetve a jogállásuk pontos tisztázását. Azaz pontosan ők kérik ezeket a szigorú, ám betartható szabályokat. A hír hallatán a többi állami alkalmazott, a pedagógusok és a rendőrök is bejelentették, ők is fizetésemelést követelnek, amire a kormányfő úgy reagált, ez egyelőre csak az egészségügyben lehetséges, gazdasági szakemberek szerint azonban ott sem. Muguriță Rescu jegybank kormányzója arra figyelmeztetett, Románia újabb kölcsönökre szorulhat, hogy ki tudja fizetni a megígért béremeléseket. A költségvetés hiánya akár 6%-ra is ugorhat, különösen a párhuzamosan tervezett adócsökkentések után.